A reggel az elengedhetetlen fogópálinka és a hagymásvér elfogyasztásával kezdődött a 8. alkalommal megrendezett lápid disznótoroson Nagyecseden, ami kellő erőt adott a disznó feldolgozásához. Ez kimondottan hagyományos feldolgozás, ez nem nagyüzemi, hanem ezt általában minden háznál így csinálják, akik régi öregek így tanulták. Az orjára bontás az most rékolás. Hasított félsejtést állítunk elő. És mi a menete ennek? Hát először is megpucoljuk, megkaparjuk, levágjuk a fejet, tokát levesszük előtte, levesszük a fejet, megnyitjuk a medencét, kimossuk, utána pedig nem veszük ki a belet, hogy a hájt, a többi húsrészt, ami benne maradt ilyen véres víz, ne kenjük össze a húsokat. Általában mennyi idő ezt a műveletet megcsinálni? 10-15 perc. Mindössze 10-15 perc? Ez függ attól, hogy mekkora a disznó? Persze, ha nem tartanak föl. Már is megyünk. Nem, hát természetesen nincsen vele probléma, mert én úgyis utolérem őket, úgyhogy függ a kiválasztott sejtéstől is. Én általában kocka sejtéseket szoktam választani, mert azok, amint látható, szép húsos, mert az általának azok inkább hajlamosabbak arra, hogy zsírosabbak. És egymód lehetőség van rá, hogyha az ember füstölt árut akar előállítani, vagy ilyen parasztsonkát, parasztlapockát, akkor általában koca sejtéseket választunk. És van ideális mérete, amikor vágni kell a disznót? Hát ideális méret végül is nincsen, mert egy kétmázsás sejtés is lehet ugyanilyen minőségű. Ezt attól függ, hogy milyen alapanyagot hoznak részünkre, meg hogy van tartva, nevelve, első perctől kezdve. Lápi betyárok, mekkora sertést dolgoznak fel itt a háttérben, éppen kezdik a bontási munkálatokat? Hát most egy 270 kilós lett ma ölve, de tegnap előtt egy 370 kilóst öltünk, aminek a kolbászát most kezdjük tölteni. Honnan vannak ezek a sertések, honnan érkeztek? Ezek mind a betyár, valamelyik betyáré, tehát általában úgy szoktuk, hogy akinek éppen van egy olyan, ami aktuálisan levágásra érett, akkor azt szoktuk levágni. Hogyan történik a feldolgozása a sertésnek? Mire kell egyrészt ügyelni a perzselésnél? Biztos ennek is vannak szabályai. Nyilván, mint mindennek. Alapvető az, hogy milyen korú a sertés. Itt ez a két állat elég idős volt, tehát nem fiatal állatok, mint ahogy a legtöbb helyen szokták vágni. Ezért sokkal tovább kellett perzselni, sokkal tovább tart maga az egész előkészítési folyamat, még így sem marad meg a bőr legtöbbször, mert a nagyobbból például egyszer nem lehetett mit csinálni, mert olyan erős a bőre. Tehát ott annyira nem is kellett figyelni a perzselésre. Ennél a mainál itt kell, mert ebből szalonna lesz, meg kocsonya, meg ilyesmi. Tehát nagyon jól átperzselték, és ez egy órás művelet volt itt ennél az állatnál. Milyen ételeket készítenek majd ebből a sertésből? Toroskáposzta készül, ugye, ami hagyományos. Itt hurkakolbász teljesen egyértelműen. Ezek megint olyanok, hogy ki milyen tájról származik. Én nem ecsedi vagyok gyárilag. Tehát engem nagyon meglepett az, amikor először itt véres hurkát láttam, mert nálunk teljesen másképp csinálják, tehát nálunk a hurka anyagba tesznek be abált vért. Itt viszont csak rizs nyersvérrel és kaporral, nagyon finom, érdemes kipróbálni. Azon túl lesz nyilván pecsenye, és ennek egy része lesz a toroskáposztába betéve. A kolbász elkészítésének is számtalan módját mutatták be a versenyzők, itt bárki elsajátíthatott új recepteket. Hát nekünk egy speciális receptünk van, és kilogrammonként szoktunk hozzátenni 2 deka sót, másfél deka vagy 2 deka paprikát, fél deka borsot, és kilogrammonként hát olyan 4-5 cikk fokhagymát szoktunk, és akkor egy kevés köménymagot, de általában így sokat szoktunk tölteni, és ez így lehet, hogy nem eléggé érthető, hogy ugye kilónként mennyi fűszersó kerül bele. És egy kis porcukrot is szoktunk beletenni. Miért a porcukor? Az az ízhatás miatt van, és olyan nagyon szépen kihozza a paprika színét füstöléskor. Meg ilyenkor, gyúráskor is sokkal szebb színét ad a paprikának.
Milyen a fogadtatás ennek a kolbásznak? Biztosan sokszor készítették már. Nagyon szeretik, nem túl fokhagymás. Tényleg inkább kevesebb fokhagymát teszünk bele. Nagyon szeretik, füstölve és frissen is. Nekünk ez a kis lápi betyár csoport, ez minden évben elsőként adja el a elkészített dolgait. Hát, hál' Istennek olyan szépen össze is jövünk, hogy előre dolgozunk a dolgokért. Az eredmény, hogy meglegyen. És mit főznek még a mai nap folyamán? Minden volt. Volt már hagymásvér, fokhagymáspiritós, lesz toroskáposzta, ami abból áll, hogy házi főzött puliszkát, tehát kukoricakásás puliszkát főzünk, pergett káposztát, amit lerve szoktunk megspirítani, és frissen sült hús. A jó hangulatú rendezvényen minden évben hagyományos ételeket készítenek a csapatok. A szatmári térségben disznóvágáskor elengedhetetlen például a lesi készítése. Ez az étel a toroskáposztához hasonlít, ám a húst és a káposztát külön tálalják, és nem adnak hozzá őrölt paprikát. Én legalábbis a szüleimtől úgy tanultam, hogy azért hívják lesinek, mert mindenki lesi, hogy mikor lesz kész. Ez a neve. Tehát az első, ami készen van, a lesi. Tehát ez annak idején reggeliként, legalábbis nálunk reggeliként szolgált. Vagy hát ebédként inkább úgy mondom. A Mátészalkai rendőrök standján azt is megtudtuk, miért szívtelenek sokszor a rendőrei. A szívünk van benne. A disznóvágás elképzelhetetlen a friss, finom hurka nélkül. Nagyecseden ebből az ételből sem volt hiány. Kettős mérsősége az meg van főzve, gyakorlatilag le van darálva, a rizs megfőve, és akkor ízesítve sóval, borssal, majorannával, meg ki hogy szereti, mert gyakorlatilag minden tájegységben másképp csinálják a hurkát. Úgyhogy. Önöknek van valami specialitás a hurkát illetően? Hát igazából a specialitás a fűszer, ami megadja a hurkának az ízét. Meg hát az a szeretet, meg gondoskodás, amivel készítik a hurkát. Oké. A tárcsákon sült szalonna, kolbász és húsok illata messze szállt, hívogatva a környéken élőket a rendezvényre. Egy kis friss sütnivaló kolbász, kis szalonna, oldalas, tehát minden, ami keletkezett a sertésből. Önök hogyan készítik el a kolbászt? Ugye ez mindenhol más-más recept alapján készül. Így van. Ahány az annyi szokás. Mi úgy készítjük, tehát hogy hozzáteszük elő paprikát, 6 deka fokhagymát, 15 deka sót, és akkor összekeverjük. Tehát a kolbásznak ez a receptje. Tehát túlságosan nem fűszerezzük túl, hogy ízre jó legyen. És a húsokat hogyan sütik? Mivel fűszerezik ezeket a finomságokat? Hát ez ilyen delikát, tehát ilyen szalonna fűszerek, vagy kombináljuk. Milyen a fogadtatása ezeknek az ételeknek? Hát így, ahogy így észreveszem, így elég jó. Tehát nagyon ízlik a vendégeknek is. A fesztiválon 14 csapat mérte össze tudását, munkájukat, szakavatot zsűri bírálta számos szempont alapján. A test, a lélek és a környezet hozzátartozik egy közösség megjelenéséhez, és hát a valamennyi közösség az ételein keresztül, az ízein keresztül őrzi meg a hagyományait, így van ez nagy esetben is. És a mai alkalommal mi egyaránt díjazzuk erelve a szúrás, hogy hogyan, milyen szakértelemmel szúrják le a disznókat, azt követően pedig hogyan, milyen a megjelenése az adott standoknak, hiszen népi kultúráról, hagyományőrzésről van szó. És hát valójában egy terített asztalnak is a millióit az adja meg, hogy milyen színvonalú az a terített asztal. Mik szerepelnek rajta? Ugye a standokon ez jelenik meg egy közösségnek, vagy egy csoportnak, egy versenyző csoportnak az image, ami kifejezi egyrészt magát a profilját, ha most a tűzoltókról beszélünk, vagy a rendőrségről. Tehát mi azokat a
státusz szimbólumokat, amik hozzátartozik a közösséghez, ezeknek a megjelenését magában a standban ezt figyeljük. Azon kívül persze majd a későbbiekben értékeljük az elkészült ételeket is, az ízvilágát, a harmóniát, és hát így komplexen adja valójában a végeredményt a mai alkalommal, amikor maga a kezdetől a disznó szúrásától, a feldolgozásig, a megjelenésig, a hangulatig, hiszen egy fesztiválon vagyunk, ahol látogatók vannak, hogyan fogadják, hogyan kínálják az elkészült termékeket, ez mindenképpen meghatározó, és komplexen fogjuk a végén értékelni ezeket a megjelenési formákat, illetve magukat az ízeket, amikor már elkészülnek a kolbászok, a sültek, amit majd a későbbiek délután folyamán fogunk értékelni, és így születik egy pontszám, amely alapján értékeljük a mai napnak a résztvevőit, versenyzőit, és hát bízom benne, hogy nem okozunk csalódást, és a csapatok se okozok csalódást az itteni fesztiválon résztvevőknek. Ön szerint miben áll a jelentősége ezeknek a rendezvényeknek? A hagyományőrzésen. Minden közösségnek az identitását kell megőrizni, és azokat a hagyományokat ápolni, őrizni, amelyek évszázados hagyományok is átöröklődnek. És a mai alkalom is látom, hogy nagyon sok fiatal van, akik a csapatokban részt vesznek, akik szülőktől, nagyszülőktől tanulták meg, és hagyományozzák át a jövő számára ezeket a technológiákat és technikákat, amelyeket otthon családi körben megtanultak, és most a fesztivál alkalmával újra éreztik, és a továbbérésnek ez az áloga a fiatalság, hiszen ők a jövők. És ennek mi a kedvenc étele egy ilyen disznótoros alkalmával? Mit szokott fogyasztani? Minden órának megvan az étele, ugye. A reggelnek a hagymás vér, ami zseniális volt, például a rendőrkapitányságnak a hagymás vér, ami fantasztikus, mert volt, ahol véres hagymát is tapasztaltunk, de a hagymás vére, ugye most pontosan a rendőrségi volt a legjobb, lehet, hogy a bűnöldözések ez egy speciális spektruma, de aztán később ugye jön a toros káposzta, majd pedig a délutának, az estének, az esti vacsorának pedig ugye az orjaleves, ami nagyon fontos, aztán a kolbász, a sültek, illetve a húrka, ami készül a nap folyamán. Tehát óráról órára megvan a koreográfia egy disznőölésnek, és az egész disznőölésnek valójában a hagyománya az volt, hogy közösség, a család, a rokonok, a barátok találkoztak. Hát a mai alkalom egy kiterjesztett családi alkalom, hiszen amikor egy falu közösségben valaki disznót vágott, ez egy jeles alkalom volt, jeles esemény, amikor összegyűltek a rokonok, a barátok, a szomszédok, ami nagyon jó hangulatú volt. Lehet aztán volt, amikor Szatmárban azért néha még előkerülnek a sérelmek is, és bicskázás is volt a vége egy disznőülésnek, jó verekedés nélkül nem volt ott egy disznőülés, hiszen ugye konfliktusok mindig voltak családon belül. Hát bízom benne, hogy itt Nagyecseden azért, amikor egy kiterjesztett nagy családi esemény az egész, ilyenre nem fog sor kerülni. Tehát nagyon fontos, hogy családok, barátok találkozzanak, ismerkedjenek egymással, és persze az étel is az ital, ami elengedhetett hozzátartozójának. És azt mondják, hogy evés közben az étvágy, ivás közben a kéjvágy. Na hát bízunk benne, hogy a mai alkalom is ehhez példát fog adni. Még egy dolog, itt a Szatmárban a sejtés feldolgozásában van-e valami más, mint a többi településen vagy tájegységhez képest? Szatmár egy nagyon különleges megye, főleg a történelmi Szatmár megyében gondolkodunk. A történelmi Szatmár megye ugyanazt reprezentálja kicsiben, mint a történelmi Magyarország nagyban. Itt 7 meghatározó náció él együtt. Magyarok, románok, svábok, tótok, ruszinok, zsidók és cigányok, és 5 meghatározó felekezet. Ugye a görög katolikus, a római katolikus, a református, az ortodox és a zsidó vallás. És ezek a kultúrák egymásra hatottak. Tehát a színes kultúrának egy színes etnikai mozaik alakult ki a történelmi Szatmár megyében, és az egymás mellett és az együttélés során ezek a kultúrák keveredtek egymással. Tehát egészen más az ecsedi disznófeldolgozás, mint az innen 5 kilométer vagy 6 kilométerre lévő sváboknál, ahol ugye a sváb kultúra, a sváb disznófeldolgozás, vagy akár a tótoknál, ahogy ugye Nyírcsa, hogy itt van megint 4 kilométerre, ahol megint egy más kultúra érvényesült. Hiszen különböző etnikai csoportok, ugye a nyírcsaiak tótok, a mérkváliak svábok, az ecseriek ősít magyarok. Tehát más-más hagyományok jelennek meg, illetve más-más vallási hagyományok, hiszen a református vallásban nincs annyi bőti nap, mint a katolikus vallásban. A sváboknál, illetve a tótoknál nagyon sok, a katolikus vallásban nagyon sok bőti nap van, ezért a táplálkozásnak a sorát, a rendjét is meghatározza. A reformátusok nem tartják a nagy bőjtöt olyan szigorúan, mint a katolikus vallásban. És ugyanakkor a táplálkozásnak különböző sora alakul ki. A katolikus vallásban az olajos ételek alakulnak ki, a zsírtróló és hústróló tartózkodása bőjtek a fő jellemvonása. Ez nem jelenik meg a Nagyecseden, itteni magyaroknál, illetve a református magyaroknál. Tehát ezek a különbözőségek, amelyek megfigyeltek egy szűk környezet, tehát tetszik látni, 10 kilométeren belül 3 meghatározó etnikum találkozik itt, és a táplálkozási szokásai keverednek, illetve elkülönülnek egymástól. És ez a mai alkalom is egy remek példa erre.
A lápi disznótoroson évről évre egyre több a látogató. Idén mintegy 1000-en vettek részt a fesztiválon. 8. alkalommal szervezzük a lápi disznótorost, és hála jó Istennek minden egyes évben egyre jobb-jobb és nagyobb létszámmal látogatnak ide a kedves vendégek. És ez számunkra azért is nagyon fontos, mert mi Nagyecseden különös hangsúlyt fektetünk a népi hagyományok őrzésére, és a lápi disznótoros is tulajdonképpen ennek a folyamatnak az egyik része, hiszen itt Nagyecseden egy családi házas övezetben élő kisvárosban, mintegy 7000 fővel, minden télen és minden évben, még mai napig is, otthon a családokban jellemző a disznóvágás, és igazából ezt most mi itt intézményesített formában szeretnénk a nagy közönségnek is megmutatni. Nem is elsősorban a nagyecsedieknek, hiszen itt a helyieknek olyan túl sok újdonságot mi már nem tudunk adni, ezért úgy gondoltuk, hogy kilépünk a város falain kívülre, és a szűkebb, tágabb régióban szeretnénk megmutatni, hogy hogy csinálják itt a nagyecsediek a disznóvágást. És ez azért is nagyon fontos, azt gondolom, mert mint ahogy említettem, ez is egy állomása a nagyecsedi hagyományok őrzésének. Én büszkén mondhatom azt el, hogy Nagyecseden a lápi disznótoroson túl még a néptánc hagyományok, amik nagyon jellemzőek, és azt gondolom, hogy talán ismertek, hiszen az ecsedi verbunk az országhatárokon túl is ismert művészete a néptáncnak, de mondhatnám nyugodtan a cigány néptáncot is, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy Nagyecseden népművészet mestere címmel rendelkező emberek az országban talán egyedülállóan a település nagyságát illetően vannak jelen. Ezen túlmenően nagyon jelentős még azt gondolom, hogy a lovas hagyománya Nagyecsednek, önálló lovasklubbal fogadhajtó versenyeket, szegér versenyeket, hátas ügyességi versenyeket szervezünk minden évben. Külön kuriózum még, hogyha a hagyományokat említjük, az agarászat. Nagyecseden is, Nagyecseden talán itt a térségben egyedülállóan történelmi múltra nyúlik vissza az agártenyésztés, agarászat. Jelen pillanatban is működik egy aktív agarászklubunk, ami agárversenyeket szervez itt ezen a rendezvénytérnek a szomszédságába, és még talán a teljesség igénye nélkül nem is említettem mindent. Nekünk egy nagyon fontos az, hogy őrizzük meg az identitásunkat és a hagyományunkat, és talán ez táplálkozik abból is, hogy Nagyecsed egy honfoglaláskori település, nagyon komoly kultusza van Rákóczi Ferencnek, hiszen Nagyecseden Rákóczi vár volt a szabadságharc idején, és azt gondolom, hogy ezek adják azokat az erőket és azokat a igazából inspirációkat, hogy próbáljuk meg itt Nagyecseden visszanyúlni a gyökereinkhez, hiszen akinek múltja nincs, annak jövője se lesz. A magját ennek a rendezvénynek azt nyilván a helyi civil szervezet adja. Egyesületek, sportegyesület, Lápvidékért Egyesület, Nagyecsedvárosért Egyesület, az önkormányzat természetesen, de ide látogatnak a környék települései, Győrtelektől, a határon túlról, Börvei település, testvértelepülésünk, és számos különböző olyan településnek a képviselő, ahol nyilván mi is visszalátogatunk az ő rendezvényeikre. Az én tudomásom szerint mindegy 14 csapat vesz ma jelen ezen a rendezvényen. Ez jellemzően egy ilyen 10 és 15 közötti csapattal szoktuk ezt minden évben megrendezni. Ma különösen szerencsénk van, mert nagyon szép időt fogtunk ki, és azt gondolom, hogy ez itt a környékben most már a 8. alkalom után egy olyan standard rendezvény, ahova szívesen jönnek a környező ismerősök, barátok, testvér települések. Van-e a sertés feldolgozásánál, vagy akár a főzésnél olyan folyamat, ami csak Nagyecsedre jellemző, akár egy recept, akár valami feldolgozási mód? Erre nagyon nehéz válaszolni, mert nyilván számos olyan technika van, amit én nem titulálnék kifejezetten Nagyecsednek, de itt a mai csapatok között is nagyon nagy különbség van. Van, aki már a modern technológiát használja, fémálványon, csörlővel húzzák fel a disznót, úgy hasítják ketté, de vannak még, akik a szalmán perzselik, vannak, akik még raklapon, vannak, akik a földön. Tehát ez egy teljesen vegyes, és talán ez is a szépség ennek a rendezvénynek, hogy tulajdonképpen minden technikával találkozik az ide látogató.
A lápi disznótoroson részt vett Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, valamint Fülöp István, a Mátészalkai járási hivatal vezetője. Ők beszédükben azt hangsúlyozták, az ilyen rendezvényeknek a közösség építésben óriási szerepük van. Mire adnak alkalmat az ilyen és ehhez hasonló rendezvények? Ugye itt Nagyecseden már 8. alkalommal rendezik meg a Lápi Disznótoros Fesztivál. Azt gondolom közösségi élményre. Először is azt a fajta családban megélt disznótoros együttlétet, amit a család szűke pátriára, vagy esetleg tágabb, hogyha rokonok is hazajönnek. Amikor egy város csinálja, akkor a városnak ad egy közösségi, vagy polgármester mondta, identitást, összetartást, erősítést, hogy nagyecsediek vagyunk, és történelmi múltjában áttekintve is büszkék arra, hogy ecsediek vagyunk. Amiről én próbáltam beszélni, az pedig az, hogy a környező települések polgármestere és vezetői itt vannak, döntéshozói, és előbb-utóbb lesz egy járási identitás is, hogy eddig kistérségről beszéltünk, és nem véletlenül volt járási hivatal vezető is ott, hogy az a fajta együttlét, ami a járás, a hivatal, egy közösség, egy földrajzi közösség, kialakuljon minél hamarabb, és én büszke vagyok azokra a polgármester volt kollégákra, így mondjam, hiszen én is itt Géberén polgármestereként kaptam először meghívást erre a alkalomra, aztán alelnökként próbáltam eleget tenni ilyen meghívásoknak, és képviselőként ennek a területnek, földrajzi területnek a politikai felelősségért pedig azt gondolom, hogy nagy büszkeség, hogy sok-sok polgármester kollégát látok itt és döntéshozott, hiszen ki kell, hogy alakuljon, hogy mondtam, ez a járási identitás, hogy nem egymás ellen vagyunk, hanem ezek a települések, az emberek egymásért vannak, és ha összefogunk, akkor hosszú távon sokkal erősebbek tudunk lenni, nem csak kultúrába, gasztronómiába, gazdaságba és jó ötleteket meghallgatjuk és kiegészítjük egymást. Hála Istennek mind a 8 alkalommal itt voltam, hol képviselőként, most a járáshivatal vezetőjeként. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a közösségek identitástudata erősödjön. És Nagyecseden évszázadok óta kialakultak olyan hagyományok, amelyeket nem, ahogy mondani szoktam, nem ápolni kell, hanem megőrizni és megélni. És ez ahhoz a megéléshez elengedhetetlenül szükséges. Persze disznótoros fesztiválok, vagy ilyen alkalmak máshol is vannak. Székelyföldtől Nyírségen át Dunántúlig, de a nagyecsedinek is megvan a maga sajátos hangulata. És ezt a sajátos hangulatot kell nekünk kihasználni, és ez a település, Nagyecsed, ezt ki is használja. Nem az a fő cél, hogy itt ezrek, tízezrek legyenek, hanem aki eljön, az itt felszabaduljon, ráérezzen arra, hogy jó nagyecsedinek lenni, jó szatmárinak lenni. Hát ugye, mint a hivatal vezetője, büszkén mondhatom, hogy kirendeltségünk van Nagyecseden, a kollégákat is láttam itt szorgoskodni, aminek kimondottan örülök, és hazajövök ide, most is nagyon jól érzem magam. Hiszem azt, hogy ezek a rendezvények a egymáshoz tartozás érzését erősítik. A zsűri értékelése szerint a gasztronómiai verseny harmadik helyezettje Győrtelek község önkormányzata lett. A második helyen a lápi betyárok végeztek, az abszolút győztes pedig idén a Konda Katasztrófa Mátészalka csapata lett a nagyecsedi disznótoroson.